Sziasztok, Laci vagyok a nézitek! Két hónapja csináltam egy videót az MSI 2023-as, akkor frissen bejelentett, belépőszintű gamer notiáról a Cyborg 15-ről, aminek azóta lett egy hivatalos magyar ára is, és már kapható is hazánkban, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen lett, és mire elég a benne lévő RTX 4050. Most már, hogy húzamosabb ideig tudtam használni a gépet, és több játékkal is ki tudtam próbálni, mindent figyelembe véve elég vegyesek a tapasztalatok, és ez egyik meglehetősen visszafogott kijelentés. A hands videóban ugye elég sok minden elhangzott, itt most leginkább arról szeretnék beszélni, amit akkor nyilván nem tudtam megnézni, például a teljesítményt, a játékokat, hűtést, zajt, webkamerát, hangszóró minőséget, és hogy például milyen a doboz. Mert az egyébként elég pofás. Tetszik ez a pontozott türkiz design, a festetlen újrahasznosított kartonnal szerintem remek kombót alkotnak. Benne a laptopon kívül kapni fogunk egy 120 wattos hálózati töltőt, ami ugyan nem USB-C-s, de méretileg teljesen korrekt, illetve valamelyest indikálja, hogy milyen teljesítményszinten mozog a laptop. A két kilós gép megjelenését a gyártó különböző áttetsző elemekkel próbálta feldobni, ami első ránézés azt mondom, hogy sikerült, de közelebbről megnézve már kérdéses. Úgy igazán nem látunk bele a gépbe, pedig hogyha valami átlátszónak pont ez lenne a lényege. Valamiért a billentyűzet háttérvilágítását szabályzó gomb háttérvilágítása fényesebb, mint a többié. A zsanér külső részének konkrétan semmi szerepe nincsen, csak belülről tartja a panelt. Ennek ellenére mondjuk elég stabil a kijelző, plusz 180 fokban kihajtható, ami hát nyilván mindenképpen pozitívum, csak hát vannak ilyen furcsaságai is. A kijelző fölött van egy 720p-s webkamera, ami pontosan olyan minőséget képvisel, mint a legtöbb laptopba rakott 720p-s webkamera. Hangszóróból pedig kettőt kapunk, amelyek egyenként két hatra képesek. A billentyűzet szerintem teljesen ok, és kapunk egy kisebb numerikus részt is, a háttérvilágítás egyszínű. Gyakran előfordult, hogy mellé ütöttem, de ezt az amerikai kiosztásnak tulajdonítom, hogyha egy ilyen gépet vásárolsz, akkor te magyar billentyűzettel fogod készhez kapni. A touchpad jól pozícionált, és egyébként jól is működik portkínálat szempontjából van egy combo jack és egy gen 1-es USB-A a bal oldalon, a jobbon pedig a táp, egy Ethernet, egy HDMI 2.1 és egy gen 1-es USB-A, valamint egy USB-C, utóbbi töltésre sajnos nem alkalmas. A kijelző specifikációiban teljesen átlagos, 15,6 hüvelykes, 16,9-es képarányú Full HD felbontású IPS panel, 144 Hz-es képvisítéssel. Ugye a magas képvisítés egy gamer notinál alap dolog, ebből a szempontból hát hozza a szintet, de a szintér lefedettsége elég gyenge, illetve a fényerő is megállapodik körülbelül 260 nitben. Tekintve, hogy ez egy hazánkban 540 ezer forintról startoló gép, ez, ez azért nagyon kevés. Nyilván a felbontás oké, egy ilyen hardverhez nem is kell több, de a minimum 300 nit fényerő és a 100%-os SRGB lefedettség nem egy őrült elvárás szerintem. A felülete az mat és a mindennapi használatra vállalható, de az árához képest a kijelző nem túl erős. Az MSI Cyborg 15 hazánkban 12. generációs i5-ös procival és RTX 4050-nel indul, nálam az i7-es az mindenképpen dicséretes, hogy elfelejtették a 8 GB ram és alapból 16 gb tal indul a gép, viszont a processzor még ugye előző generációs, amivel szintén nem lenne baj, hogyha ez az árán is visszaköszönne. A gép alját leszedve két DDR5 4800-as RAM foglalatunk, valamint egy darab M.2 SSD-nk van. Bővíthetőség szempontjából még egy M.2 elvárható lett volna, tavalyi hasonló kategóriájú tuf képnél például volt. Ahogy láthatjátok, a hűtésről egyetlen ventilátor és pár hűelvezető gondoskodik, ami korrekt hőmérsékleten tudja tartani a gépet, de erről kicsit később. A benchmark tesztek alatt a 10 magos i -hét hozza a tőle elvárhatót, ezt ugye már ismerjük. Nyilván egy 13. generációs intel jobb teljesítményt lehetne elérni, de annyira nem ördögtől való. ms nél is láttuk már korábban, hogy a grafikus grafikuskártya új, de a proci maradt az előző. Az RTX 4050 most ugye az új generáció alsó lépcsőfokát képviseli, ami az elődjéhez a 3050-hez képest erősebb és hatékonyabb is lett. Bőven elég ahhoz, hogy a legtöbb játékot 50 és 100 körüli FPS-en elvigye. Mutatok konkrét számokat is. A már bejáratott játékokat megnéztem full HD minimum és full HD maximum mellett is. Volt, NV2-ben is pár jó fregem ezzel a géppel, az Elderinget is vitte 58-60 FPS között, és a Sons of the Forestben is hozott egy 80-as átlagot. A raytracinget ilyen hardware mellett nem biztos, hogy erőltetném, de hogyha bekapcsolod a DLSS-t, akkor egyes játékoknál, például Cyberpunknál sokkal több FPS-ed lesz, de nem minden játéknál mutatott sokkal többet a mérő. A hasonló procival és RTX 3050-nál felszerelt tavalyi tuf képest nem sok különbség vehető észre. Ez nem azért van, mert az RTX 4050 nem lett jobb, hanem mert a 3050 75 wattra, a 4050 pedig ebben a gépben 45 watt TDP-re lett maximalizálva, szóval itt is érvényes az, hogy ne csak a videokártya típusát figyelt, hanem a teljesítményét is. Sok esetben egy kisebb kategóriájú vagy korábbi kártya gyorsabb lehet, hogyha nagyobb a TDP-je. A gép zajszintje szerintem elfogadható, egy ventilátor van benne, szóval nem annyira hangos, és ez egyébként hűsen is tudja tartani a gépet. Viszont van egy olyan hátránya ennek a megosztott egy ventilátoros hűtésnek, hogyha például a GPU terheled, abból a hőből a CPU is kapni fog, illetve fordítva, visszafogja némileg a teljesítményt, viszont játék közben 80-85 Celsius magasságában megállt a processzor, ami úgy gondolom, hogy elfogadható. Az üzemidőről egy 53,5 wattórás akku gondoskodik, amivel nagyjából 4-5 órán át bírja normál használat mellett, a gyártó szerint 7 óra is kioszható belőle. Összekezzünk. Ahogy említettem, a Cyborg 15 Magyarországon 540 ezer forintról indul, ami hát, ahogy azt már az elején sejteni lehetett, elég messze van az 1000 dolláros amerikai ártól. Ami nálam van, az ugye az i7-es modell, ez inkább 600 ezer forint. Az mondjuk elég szomorú, hogy uh, ilyen egy belépőszintű 2023-as laptop, de sajnos így áll a gazdaság és a forint, uh, minden új cucc itthon drágább. A gép egyébként hűs, jó a teljesítmény, gyors a kijelző, de a fényerő az kevés, csak egy NVMe foglalat van, és többek között az egyvent is rendszer sem ideális, meg hát ahhoz képest, hogy mennyibe kerül itthon, a belépőnél is lehetne új generációs proci. A Cyborg 15 nem ad annyival többet, mint amennyivel többe kerül, hogyha esetleg házon belül nézelődsz, akkor ott van akár a Katana GF66 425 ezerért, RTX 3060-nal és 240 Hz-es kijelzővel, szóval érdemes a korábbi modellek között is szétnézni, hogyha fontos az árérték arány, és hát miért ne lenne az. Nos, én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!